A több éves munka gyümölcse végre beérik az 500 diák nagy örömére. Újból egy sikeres összefogásról adhatok hírt, hiszen itt a szakközépiskola udvarát közösen a kancellár úrral, illetve igazgató úr közreműködésével fel tudjuk újítani. Készítünk rá már évek óta, csak egyik oldalon sem találkozott a szándék a forrással. Az idei év olyan szerencsésen alakult, hogy mind a fenntartó, mind pedig az önkormányzat tudta biztosítani ezt a forrást, hogy itt a térkövezés el tudjon készülni. Mint látszik a munkálatok során, most már az a része következik, amikor a látványos rész. Az önkormányzat biztosította az 1000 négyzetméter térkövet, ez egy mediterrán hangulatú épület, ehhez viszonyítva került kiválasztásra a térkő is, és az összes munkát, illetve a köveket, amelyet a térkő alá kell helyezni, az pedig a kancellár úr vállalta magára. Azt gondolom, hogy a diákok egy picivel előbb, de szülők a ballagás mentén vehetik birtokba az iskolának az új udvarát. Az iskolaigazgató elmondta nekünk, milyen nagyszerű fejlesztések történtek az elmúlt időszakban az intézményben. Az elmúlt 2-3 évben nagyon sok fejlesztés megvalósult az iskolánkban. Egyrészt eszközöket fejlesztettünk, nagyon sok oktatási eszközt, másrészt pedig infrastruktúrális fejlesztések is zajlottak. Az utóbbi tekintetében azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb és leglátványosabb fejlesztés, ami itt az utóbbi időben lezajlott. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon örülünk ennek a megállapodásnak, ami létrejött a Tornavár megyei szakközépiskolai centrum és a Dombóvár város önkormányzata között, és ezúttal is szeretnék megköszönni, hogy ez megvalósulhatott a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, illetve kancellár úrnak, hogy ilyen sokat épülhetett ismét az iskolánk. Minden bizonnyal nagyon sokat fogjuk használni ezt az udvart, mert hogy az ünnepségeink és a hétköznapjaink is így zajlanak, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ez végre létrejött és megszépülhetett.